Idén immár második alkalommal rendezték meg a Piknik Kortárs Művészeti Fesztivált az esztergomi zöldházban. Egy üzem, ami a semmiből nőtte ki magát, mára már külföldi megrendeléseknek is eleget tesz. Itt ebben a gyárban készülnek az ország talán legfinomabb és legkülönlegesebb marcipán figurái. Gondolom, kitalálták már, hogy a szamos marcipánról van szó. Kollégám és jó magam is ellátogattunk Pilisvörösvárra, hogy megtudjuk, mi a titka a híres édességnek. A körbe kalauzolásra ki más lenne a legalkalmasabb, mint Szamos László. Az a Szamos László, aki annak a Savics Mládennek a fia, aki a cég megalapítója, és egyben névadója is. És ez pedig már a végeredmény. Így készülnek tehát a híres szamos golyók, töltött desszertek és különféle díszítő figurák is. Az étteremben ott jártunkkal is éppen egy esküvőre terítettek, persze az igényeknek és a legújabb trendnek megfelelően. A 135 éves múltra visszatekintő Országos Meteorológiai Szolgálat mai tevékenysége a meteorológiai mérések, megfigyelések végzése, előrejelzések készítése. Jelentős szerepe van a környezet monitoringjában és az éghajlat változásokkal kapcsolatos kutatásokban is. Visi Károly már 40 éve tájékoztatja a tévé képernyője előtt ülőket a várható előrejelzésekről. Média meteorológusként igen elismert a szakmájában. Ki más lehetne tehát alkalmasabb arra, hogy elmondja nekünk, hogyan is készül valójában az időjárás jelentés. Az biztos, hogy az itt dolgozó szakembereket egy és ugyanazon cél vezérli. Hogy az itt nevelkedő lányok jó feleségek és jó anyák legyenek, hogy ne kelljen az ő gyerekeiknek is azt az életformát végigélniük, amit nekik. Mindenféleképpen tartsanak velünk ezen a héten is, kezdjük is el a műsort. A múzeum saját gyűjteménye, a Eszterházy hercegi család gyűjteménye alakul, a magyar állam 1870-ben vásárolta meg. Ne felejtsük el, a birodalmi gyűjtemény, ugye akkor osztrák-magyar monarchia részei vagyunk, korábban osztrák császárságé, vagy német-római birodalmi, a magyar Habsburg gyűjtemény az Bécsben volt. És éppen ezért nekünk nagyon okosan és ügyesen kell a mi kölcsönzési politikánkat felhasználni. Tehát ha tőlünk kérnek jelentős múzeumot, mint hogy kérnek kiállítással, nekünk már előre a naptárunknak készen kell lenni, hogy mi lesz 1-2-3-4 év múlva a kiállításaink, hogy tudjuk viszonosságot kérni ezekhez a tárlatokhoz, és mindegy puzzle lassan kezd összeállni. Képhez érkeztünk el, ugye Tiziano alkotásához, ami önmaga is szerepel.
és majd mindjárt meglátjuk, hogy milyen képhez van még nagyon szoros kötődését a kiállítással. Igen, Botticelli Tizian végigkiállítás címe, és 9 Tizianon képet tudunk bemutatni a közönségnek. A egyik legkorábbi Tizianon képtől egészen késői korszakáig, aminek egy kiemelkedő főműve ez a festmény. 2007 tavaszán lezajlik az első tüntetés Medgyes ellen. Nagyjából ekkor kezd egyre radikálisabb hangot megütni a korábban 2006-ban elindult Szeretgom című portál. 2008 elején megalakul a Polgári Egyesület Esztergomért, amely nyílt politikai harcot indít a városvezető ellen. 2008 áprilisában felgyújtják Medgyes autóját és házát. Ezekben a napokban indul a Válasz, a néhány példányt megélt ellenzéki kiadvány. 2009 tavaszán robban a helyi nyilvánosságban is nyilván véletlenül az országos sajtóban is a polgármester családi ügye, és tart azóta is a Medgyes Tamást férjként és apaként egyaránt lejáratni kívánó kampány. 2009 őszén kap nyilvánosságot, hogy egyesek megbízásból merényletet szerveztek a polgármester ellen. Szinte valamennyi szintéren, eseménnyel kapcsolatban feltűnik egy ember, és a városvezetésben kialakul egy már a meggyökeresült felvetés, hogy a Medgyest ellehetetleníteni akaró kampányt jól körülrajzolható vállalkozói kör szervezi, pénzeli. A KK-n is csomót kereső helyi értelmiség csak csapódik, hol ehhez, hol ahhoz a hullámhoz. Esztergom polgármestere szerint a hadjárat vezénylője, értelmi szerzője Horváth Mihály vállalkozó. Medgyes Tamás kocsiját és házát felgyújtók amatőr dolgon buktak. A kannákat a helyszínen hagyták. Beazonosítható volt a vásárlás helye, ott pedig az ipari kamera mutatta meg, kik voltak a vevők. Az ügy elsőrendű vádlottja felgyújtóként az a Misznéder János helyi vállalkozó, aki, mint azt már előbb elmondtuk, a képviselőtestület feloszlatásáért lobbizott. Misznéder a bíróságon azzal védekezik, hogy a végrehajtóknak 10 milliót adott sajtókampányokra. Azok ezt el is kezdték, de a nagyobb nyomaték kedvéért úgy döntöttek, nagyobb lesz a média vízhang, ha gyújtogatnak is. Misznéder állítása szerint erre nem mert nemet mondani.